Tisztelt ház, önök értették, hogy mit mondott az előttem felszólaló? Mert rendkívül nehéz volt, egyetlen egy dolgot le lehetett azért szűrni, hogy itt egy nagyon komoly bevándorlás párti politikus szólalt meg, mármint aki nagyon komolyan veszi azt az ügyet, hogy a bevándorlás párti álláspontját azt nap mint nap megerősítse, nap mint nap közölje akár az országgyűlésben, akár a tegnapi tüntetés során, akár bármilyen közösségi szintéren. Persze ezzel újat nem mondott Gyurcsány Ferenc, és ugye a felszólásának a címét 2018 ősze így határozta meg, de azért beszélhetett volna arról is, hogy mi volt 2004 telén, mondjuk december 5-én, mikor ő volt a miniszterelnök, akkor milyen uszító beszédet tartott, itt egyébként 13, itt bent a parlamentben, 13 határon túli magyar csoport előtt. Beszélhetett volna arról is, hogy mi történt 2006 őszén, éppen 12 éve jelent meg az őszödi beszéd, ahol bevallotta az akkori miniszterelnök, hogy meghamisították az országjelentést, pontosan azért, hogy megnyerhessék a 2006-os választásokat, hazudtak éjjel-nappal, reggel-este délben, és ő ebbe majdnem beledöglött, még ezt is közölte az emberekkel. Majd egy hónap múlva, amikor az emberek jogosan felháborodtak ezen a beszéden, és ennek hangot adtak, akkor elzárták a Kossuth teret a magyar emberek elől, a magyar parlament előtti teret kerítéssel. Viszont amikor a kerítést mások ostromolták, a magyar kerítést 2015. szeptemberében, szintén ősszel, akkor pedig úgy nyilatkozott, hogy a békés tüntetőkre a magyar rendőrség támad rá. Ezeket a képeket egyébként láthattuk, hiszen most volt ennek éppen a harmadik évfordulója. Tehát nem igazán látjuk, hogy Gyurcsány Ferenc mit szeretne, mit akart ma mondani, miért szólalt föl kétszer, ma már másodszor elmondta azt az álláspontját, amiben határozottan kiáll az Európai Unió bürokratái, kiáll azok mellett, akik Magyarországtól jogokat akarnak elvonni. Most ugye legutóbb az a bejelentés született meg az Európai Unióban, hogy a magyar határőrizetet azt egész egyszerűen ki kell venni a magyarok kezéből, mert mi magyarok meg tudtuk állítani Európa és Magyarország határainál az illegális bevándorlókat. Hallottuk ezt a szöveget már 2015-ben is, akkor, amikor Magyarországot több mint 400 ezer illegális bevándorló árasztotta el, és akkor meg kellett hozni azokat a döntéseket, amelyek egy jogi, műszaki határzárhoz vezettek, ahol egyébként a magyar rendőrök és a magyar katonák tisztességesen helytálltak, és meg tudtuk állítani, bebizonyítottuk, hogy szárazföldön megállítható a migráció. Később természetesen Olaszország is bebizonyította, hogy nem csak szárazföldön, hanem a tengereken is megállítható. Az Afrikából, Ázsiából ránk mér csapás, amit a migráció, illetve ennek az illegális változata jelent. Ez itt a probléma. Ez a probléma velünk, ezért nincsenek, amikor Gyurcsány Ferenc arról beszél, hogy Magyarországon nincsenek migránsok, itt nem tudom, valaki valami számot is bemondott, hogy néhány tíz ember jön Magyarországra, akkor az annak már a következménye, hiszen azt az útvonalat, ahol lezártuk a határt, azt nem kell már többet választani, nem lehet, mert az oltárian kockázatos. Ezért tolódott át például először Olaszország irányába, majd most, hogy az olaszok is zártak, Spanyolország irányába. Én azt gondolom, hogy Gyurcsány Ferenc beszéde is már a 2019-es májusi európai parlamenti választásokról szólt. Itt világossá tette az álláspontját, világossá tette azt is, hogy ő szándékozik a teljes ellenzéknek,
a vezére lenni 2019 májusában. Egyértelművé tette, hogy bevándorlás párti politikát folytat, és itt az ideje mindenkinek felébredni, mert aki ebben szemben, és ezt a magyarok már többször kifejezték, akár a népszavazáson, akár a konzultáción, akár pedig legutóbb 5 hónappal ezelőtt az országgyűlési választásokon, hogy ebből a politikából nem kérnek, hanem a magyar kormány bevándorlás ellenes politikáját fogják támogatni. Köszönöm szépen!